Járhatóság. Folytatódik Dunaújvárosban az útfelújítási program. Ezúttal a Pentelei Molnár János utat javítják. Nyelvoktatás. Szerb és horvát nyelvi szakkört indítottak a Szilágyi Általános Iskolában a gyerekeknek. Karrier. Pályaválasztási napot tartottak a Dunaújvárosi Egyetemen. Ez a Dunaújváros TV híradója. Köszöntöm Önöket! Felújítás. Ezúttal mintegy 15 millió forint értékben újítják fel a Pentelei Molnár János út megrongálódott szakaszát. A teljes útfelújítást a Pentelei Molnár János út elejétől a 33-as házszámig végzik, tájékoztatott Hingyi László, a körzet önkormányzati képviselője. Mint mondta, a régi utat felvésik, sóderezik, majd meleg burkolattal fedik. Emellett magasított kőszegéllyel szegik az út szélét, hogy a csapadékvizet megfelelően el tudja vezetni az érintett szakasz. Most ez a szakasz az értik, ami az egyik legrosszabb állapotban lévő, hát hogy itt a szemetes kocsi, postás, mentőautó, tűzoltó jár, akkor a kátyuk vannak, hogy már közlekedni nem lehet, tehát nagyon indokolt ennek az utcának a felújítása. Ennek az utcán kb. 1640 négyzetméter van, egy 15 millió forintos becsült értékhatárig való munkája van, amit valószínűleg, ha az idő úgy engedi, akkor december 31-ig befejezi a DVG, amennyiben nem, akkor sajnos áthúzódik, de több csoportban dolgoznak itt az emberek. Hingyi László hozzátette, a Pentelei Molnár János utca mellett szintén útburkolatot javítanak a Mikszáth Kálmán utcában is. Ezt a beruházást mintegy 11 millió forintból kivitelezik, ami az út új burkolatát, valamint szélesítését jelenti. 2016. november 25-én 16 órakor táblát avatnak Nagy Antal emlékére az újtelepi Móricz Zsigmond útnál. Nagy Antal egyike volt a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkásoknak. Pénteken délután 4 órakor fogjuk az emléktáblát felavatni a Móricz Zsigmond utca és a Vegyemi út sarkán lévő háznál, Nagy Antal emlékére, aki egyedüli penteleiként volt a gulákon, 10 évig raboskodott, és utána hazatért. Ide szeretnénk meghívni minden érdeklődőt, minden városlakót. A gulák emlékév alkalmával felhívást tettek közzé, hogy civil szervezetek is állítsanak emléket a gulákon, Szovjetunióban raboskodóknak, így mi is az egyedüli gulákon raboskodó Nagy Anti bácsinak szeretnénk egy emléktáblát felavatni. A mi Szalki szigetünk, ez a címe Eberhard Béla könyvének, ami Dunaújváros egyik kedvelt szabadidős helyét mutatja be. A könyv dedikálással egybekötött bemutatóján a szerző mutatja be művét egy rövid diavetítéssel egybekötve. A rendezvényt november 24-én 17 órakor tartják a Városháza C-szárnyának házasságkötőtermében, ahol a kiadványt meg is vásárolhatják az érdeklődők 2940 forintos áron. Emellett azok, akik a helyszínen megveszik a könyvet, ajándékba kapják mellé Miskolci Miklós dokumentumregényét, az Egy sortűz sorsa, a Százados című alkotást, ami az 1956-os dunapentelei eseményeket idézi fel. Nyelvoktatás. Szerb és horvát szakkörre is lehetősége van a Szilágyi Általános Iskola tanulói számára. A jelenleg 20 fővel működő hétfőnkénti szakkör lehetőséget biztosít, hogy a tanulók az angol mellett más nyelvterületen is kipróbálhassák magukat. A köszönéseket gyakorolják a Szilágyi Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai a szerb-horvát szakkörön. Azt mondják, örülnek, hogy az angol mellett más nyelvre is van lehetőség. Hogy több nyelvet megtanuljak, ugye, és addig a többiek tesíznek, de én addig több nyelvet is megtanulok, és sokkal okosabb leszek, mint ők. A dalokat tanultunk, meg néhány szót, ami a füzetekben van benne. Például a ramena, a kolena, meg a stopala, meg általában a glamena, glava. És azért szeretek általában ide járni még, mert hát nagyon szeretem a szakkört, mert nagyon szeretem Márti nénit. Az interaktív szakkörön a gyerekek legtöbbször dalformájában sajátítják el a különféle szavakat. Glava, ramena, stopala, fej, vállak, öt érdek. Tanulunk sok érdekes dolgot, és szeretem a verseket is, amit tanulunk.
Farkas Márta, a szakkör vezetője és oktatója azt mondta, a szeptemberben indult szakkör sikeres, hiszen mintegy 20 kisdiák jár rendszeresen az órákra. A célunk az, hogy mire a 8. osztályt befejezik, addigra folyékonyan tudjanak beszélni, szerbül, illetve horvátul. A következő években persze a szerb nyelv abban különbözik a horvát nyelvtől többek között, hogy más az írásmódja, a ciril betűket használják, tehát azt is majd meg fogjuk tanulni. És hogy hát ez is van nálunk, és hogy minél több nyelvet tudunk, annál többet érünk tulajdonképpen. A szakkör felmenő rendszerben működik, így időközben csatlakozni lehet az órákhoz. Farkas Márta kiemelte, a jövőben szeretnének megállapodási szerződést kötni a dél-szerbiai város Krajevo egyik iskolájával, lehetőséget teremtve a további nyelvtanulásra. Karriernap és állásbőrze a Dunaújvárosi Egyetemen. Sokadik alkalommal rendezték meg a már hagyománynak számító, minden évben kétszer megszervezett karriernapot és állásbőrzét a Dunaújvárosi Egyetem A épületében. Az esemény a középiskolás diákokat és az egyetemi hallgatókat várta szakmai kiállítókkal, illetve állásbőrzével. Regisztrálnak a diákok a Dunaújvárosi Egyetem A épületében megrendezett karriernapra. A rendezvényen állásbőrze és szakmai kiállítás is várta a látogatókat, akik elmondták, egy ilyen jellegű rendezvény segítséget nyújt a különféle lehetőségek megismerésében. Szerintem hasznos lehet majd abból, hogy megismerhetem a lehetőségeimet. Ez igen hasznos még akár arra is, hogy diákmunkában elhelyezkedjek valahol, amíg itt tanulok. Gyakorlati helynek jó. Tehát, hogy betekintést nyerhetek a cégekbe, hogy mivel mit tudok dolgozni, milyen lehetőségek vannak. Éppen egy ilyen karrieres magazint szeretnék elkérni, úgyhogy abban nézelődök. Előző fél évben, vagy hát tavaly is volt ugyanez, és akkor is nagyon hasznos volt ez az újság. Az esemény egyik szervezője azt mondta, a rendezvényre érkezett 15 kiállító között vannak, akik szakmai gyakorlati helyet, de vannak, akik már konkrét állás lehetőséget kínálnak a hallgatóknak. 15 kiállítónk érkezett most a rendezvényre. Elég széles a skála, ugyanis az állást ajánló cégektől kezdve a Mercedes-Benzig, aki megjelent nálunk, ráadásul két kiállítani való Mercedes-jelát is hoztak nekünk. Egészen az IBM-ig, ami informatikai cég, vagy akár a Philips, akik ugye telekommunikációval foglalkoznak, vagy megjelent nálunk a Musashi cég, akik gépipari modelleket gyártanak. Hozzátette, a rendezvénynek köszönhetően a diákok 15%-a általában megtalálja a számára helyes irányt. A Dunaújvárosi Egyetem már hagyománynak számító karriernapja a diákok körében rendkívül népszerű volt, mintegy 300-an jöttek el. Waldorf mozaikok. Ezzel a címmel indítottak még októberben előadássorozatot a Pentelei Waldorf iskolában, ahol a tanítási módszerrel és annak lehetőségeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ezúttal Kóró Ágnes osztálytanító osztotta meg tapasztalatait és élményeit a megjelentekkel. Többek között a Waldorf pedagógia eredményeiről is beszélgettek a Pentelei Waldorf iskolában, ahol egy előadássorozat részeként Kóró Ágnes, a Fóti Waldorf iskola osztálytanítója tartott előadást a Dunaújvárosi intézményben. Szóval akkor tudunk elkezdeni fejlődni. Az előadáson részt vett Kardos Attila is, akinek második osztályos gyermeke tanul ezzel a pedagógiai módszerrel. Mint mondta, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő neveléssel fejlődhetnek. A nevelési elv az, hogy a gyerekközpontúság valósul meg, a gyermekeknek a életkori sajátosságai szerinti nevelést kapják, teljesen tökéletes az egész. Gondolom, hogy ezt a rendszert, ezt nem véletlenül csinálják. Kóró Ágnes elmondta,
A legfontosabb feladat az előadás során az volt, hogy bíztatást adjon a szülőknek. Szeretnek iskolába járni. Én szerintem, hogyha valakinek megmarad, mondjuk akár még az érettségig és az érdeklődése, annál nagyobb kincset nem adhatunk neki. Hogyha ő nyitott marad a világ felé, hogyha pozitív szemléletű lesz, a kreatív lesz, és akar tanulni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokszor éri a Waldorf iskolát az a vált, hogy hát itt nem nagyon tanulnak a gyerekek, olyan szépen el vannak, énekelgetnek, tapsolgatnak, meg nem tudom én, mesét hallgatnak, de nem tanulnak. Mindent a megfelelő időben. A Pentelei Waldorf iskolában ugyan nem előadással, de adventi kavalkáddal várják az érdeklődőket az intézmény következő rendezvényén, december 10-én 10 órától, ahol kézműves játszóházzal, játszószobával, meseszobával, valamint adventi koncerttel készülnek. Dunaújváros a falakon Újvároskép címmel nyitotta meg kapuit a Munkásművelődési Központ galériájának legújabb kiállítása. A tárlaton ezúttal a Panoráma Fotó Egyesület amatőr fotósai mutatkoznak be. Hétköznapi helyszíneket nem hétköznapi szemszögből tekinthetnek meg az érdeklődők a Munkásművelődési Központban. A folyosók galériában ezúttal a Panoráma Fotó Egyesület 7 tagja mutatkozik be Dunaújvárost megjelenítő képeivel. A kiállító fotósok között van Kontár Csaba Attila is, aki tudatosan tervezi képeit. Mint mondta, szereti az égen a felhők rohanását megjeleníteni, és szívesen fényképez épületeket és formákat is. Ezek dominálnak a jelenleg kiállított munkáin is. Én több képet hoztam, színes és fekete-fehér képet. Nem mindegyik friss kép. Az idei év az nekem nagyon sűrűre sikerült, úgyhogy én a tavalyi évből kerítettem egy-két képet. Szerencsére beválogatásra került. Többek között ezt a képet is én hoztam. Én nagyon szeretem a fekete-fehér képeket, de azért egy-két színeset is beraktunk az enyémből. Pálfi László, az Egyesület elnöke a kiállítás különlegességéről beszélt. Egy az Önkormányzat Kulturális Bizottságához benyújtott és elnyert pályázat után lehetőségük volt eszközvásárlásra és a következő kiállítás megrendezésére. Ennek az eredményei láthatók, hiszen egységes képkeretekben tudják alkotásaikat bemutatni. A munkákkal igyekeztek a városiaknak minél személyesebb tárlatot összeállítani. Ezúttal a tavalyi természetfotók után úgy gondoltuk, hogy a város lehet a téma, egy személyesebb, egy konkrétabb témát akartuk választani. Ez látható itt a kiállításon. Úgy gondoltuk, meg azt hiszem, hogy ez zavar is minket, hogy mi magunk is talán úgy gondoljuk, hogy a városról nehéz jó képet csinálni. Nem történik itt semmi, nincs itt semmi látnivaló. Mindig ezt mondjuk, ezt halljuk, talán mi is ezt mondjuk. És ezt próbáltuk talán önmagunknak is megcáfolni, úgyhogy így most a városról láthatunk képeket. A Panoráma Fotó Egyesület kiállítását december végéig tekinthetik meg az érdeklődők. A Munkásművelődési Központ nyitvatartási idejében. Süteményverseny. Idén 11. alkalommal szervezi meg az Európai Gondolatok Egyesülete a már hagyománynak számító házi készítésű sütemények versenyét. A rendezvény korhatár nélkül mindenkit megszólít, aki szeret sütni, ezért korosztály nélkül biztosítja a generációk közös időtöltését. Nagyon szeretnénk, ha ezen a süti versenyen végre visszakerülnének a szilvás letények, a bukták, a kalácsok, az igazi piskolták, és azok a sütemények a rétesek, amik már majdnem feledésbe merülnek. Hisz régen a falusi búcsú el sem múlhatott rétes nélkül, és nagyon olcsón próbálták meg összeállítani ezeket a vendégváró falatokat. Most a cél az, hogy olcsó legyen, mutatós legyen, és persze házi készítésű legyen. Ugyan a rendezvény pécsi helyszínű, tavaly a Nagykanizsai, idén pedig a Dunaújvárosi Egyesületek és civil szervezetek közreműködését egyaránt várják. A süteményverseny 2016. november 26-án 13 óra 30-tól a Balokányligetben a Pepita kultúrtérben tartják, ahol a zsűri által díjazott sütemények értékes jutalomban részesülnek. A kóstoló végén megmaradt süteményeket a pécsi gyermekotthon lakói számára ajánlják fel.
Csütörtökön az ország északkeleti felén egyre kiterjedtebb lehet a párásság, illetve a délnyugati határszélen is képződhet köd. Napközben a köd egy része tartósan megmaradhat, máshol kisüt a nap. A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás, a borús tájakon 9, a napos részeken 13 fok körül alakul. Most nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Járhatóság. Folytatódik Dunaújvárosban az útfelújítási program. Ezúttal a Pentelei Molnár János utat javítják. Nyelvoktatás. Szerb és horvát nyelvi szakkört indítottak a Szilágyi Általános Iskolában a gyerekeknek. Karrier. Pályaválasztási napot tartottak a Dunaújvárosi Egyetemen. Ennyi fért mai híradónkba, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.dstv.hu hírportálon is. Most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!